A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Most kedves nézőink, az elmúlt héten ünnepeltünk. 40 esztendős jubileumát köszöntötték a Városházán a Fehérvár Televízió megalakulásának, illetve 30 éves a Vörösmarty Rádió. És ettől a pillanattól kezdve lesz egy olyan sorozatunk, ahol legendákat köszönhetünk itt a stúdióban. A mai vendégem Szent Györgyi Tamás, az egyik alapító. Annál is inkább fontos a jelenlétet, tisztelettel köszöntelek, hiszen én azt hiszem, hogy nélkületek ez a csoda út, ez a 40 éves, 4 évtizedes út nem jöhetett volna létre. Örülök, hogy itt vagy velünk. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Ezt pedig, kedves nézőink, hadd mutassam meg, hiszen az ünnepségen a Városháza dísztermében Szent Györgyi Tamás és Virág Ildikó polgármesteri elismerő emlékérmet vehetett át. Én azt hiszem, hogy jó helyre került ez. Ahhoz viszont, hogy megértsük, hogy mi mindent köszönhetünk neked, mi azoknak a munkatársaknak, akik elindították a televíziót, meg kell, hogy ismerkedjünk veled, méghozzá az alapoktól. Kezdjük az indítatással. Ugye gyermekfővel akkoriban közel azonos időt éltünk meg, hát csak egy televízió volt, mint tudjuk. Ez nagyon nehéz elképzelni ma már a mai fiataloknak. De te, melyek voltak az első élményeid a televízióval kapcsolatban? Hát tulajdonképpen az a helyzet, hogy a kezdetektől fogva, ugye a magyar televízió hát mindennapos volt, Fehérváron lehetett fogni a magyar televízió egyes adását kezdettől fogva, és hát én hatása alá kerültem a magyar televíziónak, de először nem a televízió technikájával, hanem a televízió vételével kerültem hatásba. Hát tulajdonképpen a Videóton árnyékában nőttünk fel, fehérváriak. És a televíziózás az hát a készülékek gyártásával csúcsosodott ki a lakásokhoz, és hát a technikumba kezdtem járni, a híradásipari technikumba egy osztályba, első osztályba, és a nyolcadik után tulajdonképpen a híradásipari technikumba kerültem elsősként. Tehát ez már közelebb hozott nyilván ahhoz a technikához, ami aztán később a hivatásod is lett, de miként választottál önmagában hivatást, hiszen ez egy a műszaki tárgyak iránti érdeklődés, az nagyon-nagyon fontos. Hát a érettségi után én lehetőséget kaptam az egészségügyi szakközépiskolába dolgozni, és hát a katonaság természetesen kivont ebből, de az a helyzet, hogy érettségi után oktatás technológiával kezdtem foglalkozni, mellette pedig a Dunaújvárosi, hát most már főiskola vagy egyetem képzésében vettem részt, pedagógus lettem, műszaki pedagógus, és lehetőséget kaptam arra, hogy Koncz László igazgató úr irányításával vagy engedélyével egy zárt láncú televíziót és egy televíziós stúdiót építsek ki az egészségügyi szakközépiskolába 1975-be. Azt hiszem, hogy ez egy óriási lépés volt. Hát tulajdonképpen szabad kezet kaptam Koncz László igazgató úrtól, és hát tulajdonképpen a hobbim volt a műszaki oktatás mellett
a műszaki berendezéseknek a korszerűsítése, és hát nem volt még olyan rendszer, ami ki lehetett volna építeni, hanem úgy kellett összerakni ezeket a kamerákat, a képmagnókat, és tulajdonképpen az volt a helyzet, hogy 2 év alatt, 3 év alatt sikerült. De ez egy nagyon komoly szakmai kihívás volt. Hiszen emlékszem, már túl voltunk a kékes tévék korszakán, már volt országos csatorna, ugye az M1, és azt nézhettük is komolyabb tévéken már, akinek telt rá. Ugyanakkor egy kisvárosban, mert Székesfehérvár akkor egy kisváros volt, elindítani egy folyamatot, mert hiszen méghozzá úttörőként azért az egy óriási feladat lehetett. Igen, a VHS technika volt akkor kialakuló félben, és hát a rögzítés és a kameráknak a folyamatos korszerűsítése lehetővé tette azt, hogy műszaki oktatás mellett még egészségügyi témájú filmeket is tudjunk hát az iskolai stúdióba forgatni a kollégáimmal. Aztán eljött az a pillanat, és itt most már másokról is kell, hogy beszéljünk, Mígen Dárpi, Baranyi Pali és mindazok, akik segítségedre voltak, hogy egy helyi műsorszóró rendszert úgy alakítsuk ki, hogy mások is láthassák, tehát a székesfehérváriak. Ez egy folyamat része volt. Melyik volt, amikor megkaptad a felkérést, mi volt az első gondolatod? Az volt a gondolat, hogy tulajdonképpen Székesfehérvár jó helyen van, földrajzi szempontból is, és más egyéb szempontokból is, tehát egy olyan antenna rendszert sikerült az ingatlan kezelő vállalatnak kiépíteni, a Kürti Attila, Zimmermann, Robert, Csegesdi József irányításával, és hát a vállalat akkori vezetőinek a jóváhagyásával, ami tulajdonképpen egyet jelentett egy város, egy antenna címmel, még Nagy Pál Endre, a televízió akkori egyik szerkesztője vagy rendezője filmet is forgatott a fehérvári antenna rendszerről. És az volt a helyzet, hogy tulajdonképpen egy olyan dolog történt, hogy a Baranyi Pali vezetésével adta magát az a lehetőség, hogy több célra is használjuk föl ezt a rendszert. Az iskolai stúdiónak ez volt a feladata és a lehetősége is, hogy más műsort, nevezetesen helyi műsort, helyi szerkesztési műsort csináljunk az iskolai stúdióból is. Tehát ez egy óriási lépés volt. Tehát ha az onnét kezdjük, hogy a Horváth István és a Széchenyi utca 10 emeletes pincéjéből elindulva az egészségügyi szakközépiskolában ott már egy nagyon komoly VHS korszak indulhatott el, ez felelősséggel is járt. Hát igen, felelősséggel is járt, de azt is el kell, hogy mondjam, hogy ez tulajdonképpen kísérletek voltak, félhivatalos, hivatalos formában, mert hát ugye nem lehetett azt adni ezen a kábelrendszeren, amit az ember akart. Tulajdonképpen ki kellett kísérletezni azt, hogy mi lesz ebből, ha egy képmagnó jelét a kábelrendszer központjába tesszük, kötjük, és mi lesz abból? Hát lett abból valami, mert Zimmermann Robival, a Kusztó kapitánynak a Tenger enciklopédiája című osztrák tévé által sugárzott felvételét sikerült partizán módon bejátszani. Nem tudta senki, hogy mi játsszuk be, mert az osztrák tévé előző este sugározta ezt a dolgot, és mi délelőtt megismételtük. Zimmermann Robival ketten
becsatlakoztattuk a antenna rendszerbe, és a szüleim lakására, meg a Zimmermann Robi lakására elmentve megnéztük, hogy mi lett ebből. Hát lett ebből valami. Ez óriási áttörést jelentett. Hát igen, mert nem tudta senki, hogy mi lesz, mert olyan berendezés nem volt nekünk, mi a Magyar Televíziónak, mint a Time Base Recorder, vagy a Time Base Corrector. Tulajdonképpen egyes dolgok kimaradtak, technikai, meg hát anyagi okok miatt is. Enélkül is ment a dolog, egy kicsit hullámzott a felső pár sor, de működött. De nyilvánvaló, hogy egy óriási lépés volt. Mit szóltak az emberek? Hiszen nyilvánvaló, hogy előbb-utóbb megnőtt az igény arra, hogy legyen egy helyi televízió, és ti pedig felkészültetek arra, hogy ez a műsorszolgáltatás egy kicsit táguljon, bővüljön. Hát tulajdonképpen Baranyi Palinak nagy érdeme az, hogy a város akkori vezetőit meggyőzte arról, hogy hagyják ezeket a kísérleteket, mert hát fontos a demokráciának az egyik fő arzenálja a helyi műsorok kialakítása, és tulajdonképpen Baranyi Pali, Mígen Dárpi, Sipos Józsi, Dávid Erzsébet, Móri Erzsébet tulajdonképpen kezdtük az adásokat félhivatalosan. Hát érdekes volt, olyan út volt, amin még nem jártak nagyon. Milyen visszajelzések jöttek? Én azt gondolom, hogy tehát ha most csak egy kicsit előre szaladunk, hogy 1984. május 1-e ráadásul egy csodapillanatot okozott, hiszen 20 ezer háztartásban egyszerre láthattak már, aki nézte, és nagyon sokan nézték, hiszen én egy ilyen rögtönzött közvéleménykutatást rendeztem a műsor után, idős barátaimat szólított meg, és a többségük bizony látta ezt az adást, amint lehetőségük nyílt rá. Tulajdonképpen az volt, hogy a iskolaigazgatók, a helyi művészek, intézményvezetők, vállalatigazgatók, tulajdonképpen mindenki segítette ezt, és a város vezetői is nem tiltották meg. Az emberek pedig elején, mikor egy kamerát és egy mikrofont láttak, akkor tulajdonképpen egy bizonyos ideig leblokkoltak, de aztán hamar hozzászoktak a kamerához és a mikrofon látványához, és elkezdtek nyilatkozni. Jó volt, érdekes volt, de fel kellett nőni nekünk is a feladathoz, de valahogy úgy érzem, hogy a város lakossága is megszokta ezt, és felnőtt a lakosság is a feladathoz. Hogy sikerült hozzájutni azokhoz a szerkezetekhez, azokhoz a műszaki alapokhoz, amelyekkel folyamatosan ezt ugye az egész sok háztartásba el tudtátok indítani? Hiszen ez egyik pillanatról a másikra nem mehetett, arról nem is beszélve, hogy ez nyilván ennek komoly költsége is volt. A szakmai tudás mellett, ami pedig a tiétek volt. Az érdekes volt, mert ugye a VHS technika, az tulajdonképpen a Video Home System tulajdonképpen házi használatra készült, de hát én kitaláltam, vagy hát nem biztos, hogy én találtam ki, de hozzájutottam ahhoz, hogy felgyorsítsuk a VHS magnónak a sebességét, ugyan kazettába többet használt el, de tulajdonképpen jobb minőségű felvételeket lehetett ezáltal készíteni, és hát egy kísérletezés is volt a kamerák vonalán, nem volt minden készen, tulajdonképpen érdekes volt, a műszaki tapasztalatom az segített abban, meg hát a szakfolyóiratok is segítettek abba, meg érdekes dolog volt, hogy versenyt futottak a különböző olyan városok, kisebb-nagyobb települések, hogy kinek van
városi televíziója. Ti jól láttatok ebben mi, a versenyben. Mi a spiccen voltunk, de az a helyzet, hogy a Dunaújvárosban is megalakult a helyi televíziók egyesülete 90-ben, és hát egy sok csapat, talán 100-an is voltak akkor a helyi televíziók egyesületében, talán többen is. Egymástól tanultuk el ezeket a dolgokat, és jó volt, érdekes volt. Tehát ezt a rendszert kifejezetten házi felhasználására igen. terveztétek meg, és nagyon sok követőtök lett. Melyik volt a következő lépés, lépcső? Hiszen a profi televíziók szoros rendszerét nyilván ezt el kellett felejteni akkor még. Tulajdonképpen az volt a helyzet, hogy az iskolai stúdió volt ennek a városi televíziónak a bázisa, de Baranyi Pali közben járására a város akkori vezetése tulajdonképpen 10 millió forinttal hozzájárult egy magasabb technikai színvonalhoz, részben fél profi úgynevezett Jumatic rendszernek a beszerzéséhez. Igen, de a Jumatic rendszer az a te gondolatod volt, és nyilvánvaló, hogy a megvalósítása is a nevedhez kötődik. Hát igen, a Jumatic rendszer az én gondolatom is volt, mert azért hát tudták a magyar televízióban is, hogy egy fél profi rendszer a Jumatic, az tulajdonképpen magasabb minőséget el tud látni, de azért többen ez egy csapatmunka volt. A Koch László utcába költözés az viszont egy óriási lépés és lépcső. Függetlenül az akkori körülményektől, én azt gondolom, hogy egy helyi televíziónak otthonra van szüksége, munkatársakra van szüksége, műszaki és természetesen hírközlő munkatársakra. Ez hogy alakult a Koch László utcában? Hiszen még mindig szűk az a helyiség, még messze vagyunk a belvárostól. Az MHS-nek volt egy használaton kívüli, hát ilyen tetőtér beépítéses lehetősége, amiben beköltöztünk, és hát nagyobb tér állt rendelkezésre, mint az iskolai stúdióba, és tulajdonképpen az volt a helyzet, hogy hát a tér az meghatározta, meg a technika is, a Jumatic technika is meghatározta ezt a fejlesztést. Teszteltétek a közönséget, a nézősereget Székesfehérváron, hiszen egyre népszerűbb lett. Tehát fontos volt, hogy mi kerül adásba, hogyan, miként, mármint a szerkesztési elvek mentén. Hát tulajdonképpen minden adásba került, ami tulajdonképpen az újságíróknak a rendelkezésére állt, hiszen azt kell, hogy mondjam, hogy a Baranyi Pali vezetésével az újságírók mellbedobással küzdöttek azért, hogy a helyi televízió megvalósuljon, és több újságíró hát kollega is tulajdonképpen a Fejér megyei hírlap mellett a helyi televízióba is dolgozott. Így lettek a fotósokból operatőrök, török, az újságírókból tévés személyiségek. Igen. Te pedig megmaradtál a műszaki dolgoknál, hiszen vezetéseddel alakult ki ez az egész. Volt-e olyan, amikor úgy érezted, hogy ez áttörés? Tehát itt most már a Koch László utca után. Hát tulajdonképpen az volt a helyzet, hogy az akkori városi vezetők arra gondoltak, hogy kellene egy önálló helység, azt hiszem, hogy az Atinak a székháza volt, és hát tulajdonképpen önállóvá kell tenni a városi televíziót, de az is érdekes, hogy még nem volt médiatörvény. Nem volt média, meg műszaki képzés sem. Tulajdonképpen egy ilyen ex-lex állapot volt, ami nagyon érdekes volt, mert ugye azt mondták, hogy amit nem tiltanak, az szabad. Igen. Na most a Baranyi Palinak óriási szerepe volt abban, hogy elébe ment, hogy nehogy tiltsák
azt a dolgot. Úgy aztán lehetőségünk volt arra, hogy a televízió annak ellenére, hogy nem volt törvényi szabályozás, hiszen csak egy sajtótörvény volt, tulajdonképpen nem kapott piros lámpát. Tehát ez volt a folyamatos fejlődés záloga. Igen. Tehát elindult az egész tévé, most már néztük 10 000-en, 20 000-en, akárhányan, nagyon sokan, egyre jobb lett a műsor, és te pedig váltottál Várpalotta. Várpalottáról kell, hogy szó essék, hiszen egy másik megyében van, és nyilvánvaló, hogy egy ősi bányászvárosban is előbb-utóbb azon kezdenek el gondolkodni, hogy ha már Fehérváron van, akár a közelsége miatt is, akkor csináljuk meg ott is. Ott milyen volt ez a munkafolyamat, hiszen ott is előről kellett kezdened, igaz, hogy több tapasztalattal. Hát a tanuló évek Fehérvárhoz kötnek, a szülővárosomhoz. De szerencsém volt abban a tekintetben, hogy azokat a buktatókat, azokat a zsákutcákat, amit Székesfehérváron a tudatlanságom nem hagyott elkerülni, azokat a buktatókat el tudtam kerülni részben Várpalotán, nagy részt, mert hát ugye kétszer jártam végig azt az utat, és Várpalotán már kitaposott, viszonylag kitaposott ösvény volt, de meg egy másik dolog volt Várpalotán, ami érdekessé tette a dolgokat, hogy a erőmű, a kohó, a bánya és kisebb-nagyobb cégek még rendelkeztek valutakerettel. És a valutakeret tulajdonképpen lehetővé tette azt, hogy könnyebben tudjuk beszerezni azokat a kokomlistás dolgokat, amit Fehérváron csak nehézségek árán tudtunk, a Baranyi-Pali közbenjárására tudtunk beszerezni. Tehát relatíve egyszerűbb dolgot. Egyszerűbb dolgon, hát kitaposott ösvény, viszonylag kitaposott ösvény volt, de még mindig nem volt médiatörvény. Igen, a médiatörvény nagyon sok mindent megváltoztatott, mint az is az az út, amin ti elindultatok. Én azt gondolom, hogy egy ilyen ünnepség, mint ami a Városháza dísztermében volt, az azért csak-csak megerősít. Hiszen nagyon sokan voltak ott a kezdetektől, illetve azokból az időszakokból, akik mindannyian nagyon sokat tettek azért, hogy legyen Fehérvár Televízió egy olyan, ami nézhető. És ez valljuk meg elsősorban neked, illetve azoknak a munkatársaidnak köszönhetőek, akik ott az elején úttörőként ezt megcsinálták. Milyen gondolatok fogalmazottak meg benned a Városházán? Hát a Városházán meghatódtam. Most is meghatódok, hogy Baranyi Pali, Sipos Józsi és a Migendárpi ugyanúgy megérdemelték volna, és meg is érdemlik ezt az elismerést, mint ahogy Dávid Erzsi, Móri Erzsi is megérdemli, de már nincsenek köztünk a... Sajnáljuk, emlékezünk rájuk tisztességgel, tisztelettel, becsülettel. Én azt hiszem, hogy nagyon fontosak Székesfehérvár teljes történelmében, 20. századi történelmében, és nem csak a média vonatkozásában. Mit kívánjunk neked? Hát egészséget, főleg békét, és hát azt, hogy a következő 40, minimum 40 évet ti olyan szinten, amit folytattátok, eredményekben gazdag legyen, mert azt is mondom, hogy az első rögös út az rendben van, de amit itt látok, tulajdonképpen minden álmaimat felülmúlja. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, és valamennyi munkatársam jelen és egykori munkatársunk nevében köszönöm mindazt, amit tettetek, értünk a székesfehérváriakért, mind olyan korosztályokért, akik
már idősödnek, de olyanokért is, akik még csak majd most fognak megszületni, hiszen a Fehérvár Televízió él, és ez elsősorban nektek köszönhető. Köszönöm szépen! Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Szent Györgyi Tamás volt, a fehérvári televíziózás egyik úttörője. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, legközelebb egyébként teszem hozzá, találkozunk Virág Ildikóval, aki a Fehérvár Rádió 30 éves történetének egyik alapembere. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.